A talpon leképeződik a teljes szervrendszer. Ezeknek a pontoknak a masszírozásával egy jó reflexológus szakember fel tudja mérni a kérdéses szerv egészségi állapotát. Meg tudja mondani, ha valamilyen elváltozás van a szervezetben, még akkor is, ha a páciens semmilyen tünetet nem észlel. A zónapontok ingerlésével pedig beindulhat az öngyógyítás folyamata is. Egy reflexológia kezelésen járunk éppen. Nagy Adrián egy lassuló anyagcsere problémával, változókori tünetekkel, valamint enyhe ételintoleranciával érkezett Kautsky Szemők Adrián természetgyógyászhoz. Nagyon egyszerű és nagyon kedves módszerekkel kezelt Adrián. A kedves módszerek alatt azt értem, hogy semmilyen gyógyszer, semmilyen kémiai készítménnyel nem bombázta a szervezetemet, hanem ezek gyógyták, étrendek, vitaminoknak a kombinációjával hozta helyre ezt az állapotot. Körülbelül egyébként egy harmadik, negyedik hónap végére a tüneteim abszolút megszűntek. A reflexológiával kapcsolatban, mint sok más alternatív szelíd gyógymóddal kapcsolatban sok a kételj. Az emberek többsége bizalmatlan és nem hisz benne. Ez nem hitkérdés, ez egy 5000 éves tudomány, amit tulajdonképpen már azóta alkalmaznak az emberek, amióta emberiségről beszélünk. Az egyiptomi kultúrában már időszámításunk előtt 2300-as években a szakkarai piramisokban találtak olyan hieroglifákat, ahol egyértelműen gyógyító tevékenységet ábrázoltak talp, illetve kéz masszírozással. A testen érintésekkel impulzust tudunk kiváltani, amit az idegrendszer azonnal továbbítani fog. A reflexológus az energetikai rendszeren, vagy ahogy máshogy nevezik, az idegpályákon keresztül kommunikál a szervekkel, szervrendszerekkel. A test szervei ugyanis leképeződnek a talpon. A reflexológus ugyanis inkább a kezével lát, nem a szemével. Egy kezelés alkalmával körülbelül 140 pontot kezel, amelyek információt adnak számára. Itt nem sámánkodás, nem vajákolás zajlik, meg kell tanulni ezt az egészet, és hosszú-hosszú gyakorlati évek alatt lehet elsajátítani azt, hogy a különböző pontokon mit kell érezni. Milyen tapintása van egy egészséges májnak, milyen tapintása van mondjuk egy cisztával terhelt májnak, vagy adott esetben milyen tapintása van egy zsírmájnak. Tehát máshogy néz ki. A természetgyógyászoknak és a pácienseknek egyaránt szükségük van arra, hogy kapjanak hagyományos orvosi jellegű megerősítést is a diagnosztikában. Egy egész nüansz, apró kis elváltozás volt a hasnyálmirigy testében, ami még neki nem okozott panaszt, de már a reflexológián kijött valami, amihez én nem értek, hogy mi jött ki, de itt láttam már az ultrahangon, hogy tényleg valami elkezdődött. A kezelésnek a lényege és az elsődleges célja az egyensúlyállapotnak a visszaszerzése. Egyensúlyállapot, ez a legfontosabb. Minden betegség valamilyen elmozdulás ebből az egyensúlyállapotból. Az egyensúly legtöbb esetben valamilyen idegrendszerre ható impulzusból, valamilyen stressz hatásból indul ki. Úgy döntöttem, én is felfekszem az ágyra, és meglátjuk, hogy nálam mit talál a reflexológus. Vessél így szép tiszták, iszol sokat. Igyekszem. Igen. Ez itt most az agyad. Érdekes, azt is nagyon jól lehet látni, ugyanis a fejfájásnál apró agyi ödémák szoktak kialakulni, és azt lehet jól tapintani. Még ránézzünk gyorsan, ez mennyire érzékeny? Az ott igen. Bocsánat, az egyes nyaki csigolya. Hát igen, a nyakammal nagyjából másfél éve érzem, hogy valami nem stimmel, és ahol probléma van, ott a talp megfelelő pontján bizony kellemetlen egy kicsit. Dereked is szokott néha fájni. Az igen. Az nagyjából 2 hónapja. Igen, érzem. Ezért fáj a derekad, amit itt. Mert itt is fáj. Nagyon alkalmas különböző idegrendszeri eredetű zavaroknak a harmonizálására. Nagyon sokan jönnek hozzám álmatlanság miatt, vagy hogy nem tudják átaludni az éjszakát. Ez is nyilván valamilyen idegi eredetű probléma. Nagyon jól lehet stresszt oldani. Mindezek mellett fájdalomcsillapításra, ízületi problémákra, anyagcserezavarokra, sőt még meddőségre is alkalmazható. A kezemben rejlő icipici ultrahangokkal egy bélrendszeri problémát ki tudok tapintani, egy méhmiómát
gyönyörűen ki lehet tapintani. De volt már olyan kismama, akivel én közöltem, hogy valószínűleg várandós, mert azt is ki lehet tapintani. Adrien panaszai teljesen megszűntek, most már csak azért jár ide, hogy fenntartsa ezt az állapotot. Egy változókori hormonháztartást azért nagyon egyszerű egy vérképből kimutatni, és az teljesen jól működik, és teljesen jól rendben lehet tartani, megszűnnek azok a tünetek, amik minden nő szenved, a meleg, a nem alszom, a nem tudom, száraz a szemem, száraz a bőröm, tehát hogy ezek nincsenek. A kezelés kiegészítheti és felerősítheti az orvosi kezelések hatásait. Nekem is nyitottnak kell lenni a természetgyógyász orvosnak, vagy a természetgyógyásznak, és nyitottnak kell lenni az én vizsgálatom felé, nekem meg az ő vizsgálata felé, és akkor, hogyha így egy közös érdeket képviselünk, akkor jól meg tudjuk érteni egymást. A reflexológia tehát elindítja a szervezetet a helyreállítás állapota felé, és beindulhat az öngyógyító képessége, de minden esetben javasolt hagyományos orvosi konzultáció is, amennyiben panaszaink vannak.